Az ászkarákok ízelt lábúak, akiknek szárazföldi változatát mindenki ismeri. Kis lények a sziklák alatt, amik valódi rákok. Nevüket a hordók kitámasztását szolgáló ászokfáról kapták, mivel rendszerint alatta tartózkodtak. A legnagyobb testű szárazföldi ászkák csak 4-5 centire nőnek meg. Ászkákat találunk a tengerpartoktól a sivatagokig, a sarkok kivételével szinte mindenhol. Így hát a tengerekben is. És ez a változatuk hatalmasabb és félelmetesebb a többinél. Az óriás ászkarákoknak vagy 20 faja él a Földön. Sok egyedük megtalálható az Atlanti, Csendes és az Indiai óceánok hideg és mély vizeiben. A legnagyobb feljegyzett példány fél méteres volt, de állítólag találtak 75 cm-es példányt is. Ezek az állatok az emberre ártalmatlanok. Dögevők és fontos szerepük van az elhullott állatok lebontásában. Bár zsákmányolhatnak lassú mozgású állatokat, mint a tengeri uborka. Egyszer felvettek egy tengeri ászkát, ami megtámad egy kutyacápát. Jól alkalmazkodtak az éhínségre is, így több évig is élhetnek élelem nélkül. Ők is össze tudnak gömbölyödni, mint némely szárazföldi faj. Szóval több tiszteletet a kis ászkáknak, mert óriási rokonaik vannak.